Kedves nézők, ez itt már a háttér. A nyár nem uborka szezon, pontosabban a nyár sem uborka szezon a várva a Kft. Életében. A stúdió vendége, a Kft. Ügyvezetője, Mótyán Krisztián, köszöntöm és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszöntöm én is, és köszöntöm a kedves nézőket is. Intézményi felújításokról beszélgetünk a következő mintegy 8 percben. Lehet mondani, én úgy gondolom azt, hogy nyáron ennek van a szezonja, teljesen óvodákra, bölcsődére gondolok, de hát nyilván ez nem úgy indult el, hogy fejest ugrottak ebbe a felújításba. Ennek azért van egy folyamata, előzetes felmérések, előkészítése, ez mikor, hogyan történt meg? Erre a nyárra vonatkozóan értelemszerűen. Ezt ugye még az év elején elkezdtük, ugye a felújítási munkákkal kapcsolatban megkerestük az intézményi vezetőket. Kértük tőlünk egy listát, hogy mi az, amit szerintük kellene a felújítások során elvégezni, és ugyanakkor mi is kimentünk és végigjártuk ezeket a létesítményeket, intézményeket, és megnéztük, hogy az épületekben mi az, ami felújításra szorul, mi az, amit meg kell oldani minél előbb, hogy ezek az épületek mind működőképességük megmaradjon, megnéztük azokat is, hogy mik azok, amik ugye az óvodákat használók, ugye a kisgyerekeknek a kényelmét szolgálják, illetve a jobb körülményeket tudjunk nekik teremteni. Ilyen felújítás, vagy ezek a felújítások, ezek több aspektusból is vizsgálhatóak. Egyrészt energetikai, és akkor másrészt idézőjelben mondom, hogy egyéb felújítások. Ez mit akar a gyakorlatban? Ugye az energetikai felújítások alatt értjük, hogy a homozati nyilázárok cseréjék, külső hőszigetelési munkákat, fűtéskorszerűsítést, elektromos rendszerek korszerűsítését. Az egyéb munkáknál pedig ugye a csoportszobáknak a belső felújítását, adott esetben vizes blokkok felújítását, belső nyilázárok cseréjét, burkolatoknak a cseréjét, ezeket a munkákat is előtérbe helyezzük ugyanúgy. Idén mennyi pénz áll rendelkezésre? Jelenleg egy bruttó 32 millió forintos csomagot állítottunk össze ezeknek a felújítási munkáknál. Ugye ebből több mint 20 millió forint az energetikai jellegű felújítás. Van egy 5 millió forintos épület állagmegóvási munkánk, ugye egy épület süllyedést kell megfognunk. A többit pedig ugye ezekre a belső felújítási munkákra fordítjuk. Itt nem egy épületről, sőt, nem. Nagyon sok épületről beszélünk. Van esetleg valami, amit kiemelne, vagy inkább ebbe nem menjünk bele? Lehetne ezt nagyon sokáig és részletesen taglalni. Így van, 8 perc, tehát az a rendelkezés álló műsoridő kevés hozzá egyébként, de 12 épületről beszélünk egyébként valójában. Ugye ebből ugye 10 óvodaépületet jelent, 2 pedig ugye a bölcsődei épületeket jelenti. Na most mind a 10 óvodában végezünk el munkákat. Azt mondom, hogy idén ugye nagy hangsúlyt fektetünk a nyilázárok cseréjére. Nagyon sok épületben már elavultak ezek, sok esetben már több mint 20 meg 30 éves nyilázárokról beszélünk, ezeket feltétlenül ki kell cserélni. De vannak olyan kisebb munkák is. Van, ahol óvoda udvart újítunk fel, ugye Széchenyi úton például, a szintén a gyerekek kényelmét szolgálja, meg a csapadéki dízelvezetést oldjuk meg, mert ott azzal is probléma van. Ott ugye annak a munkáját végezzük el, és ugye kiemelném, hogy a Budai úti óvodát gyakorlatilag kívülről lehőszigeteljük. Ugye tavaly megtörtént már a talajvízelni szigetelés, és most az óvoda úgy gondoljuk, hogy most majd rendben lesz a következő, az első ilyen, amit meg fogunk tudni oldani, hogy ne legyen vele gond. Most tartunk gyakorlatilag a nyár kellős közepén. Hol tartanak most? Mi van még hátra? Ami elkészült, az a Pesti úti óvodának az alap megerősítési munkája, és a héten be fog fejeződni ott ugye a homokozati nyilázárok, csoportszobak homokozati nyilázárainak cseréje. Vége fele közeledik már a Budai úti óvodának a homokozati hőszigetelése. Augusztus folyamán fognak elkezdődni a többi óvodákban a nyilázáró cserék, meg ugye előkészítés. De gyakorlatilag augusztusban mindent el fogunk végezni, hogy amikor az óvodák megnyitnak, addigra készüljenek ezek a munkák, és az óvónők is föl tudjanak készülni a fogadásukra. Tehát a tervek szerint haladnak, igen, és igen. Hogy el is fog készülni a tervek. Igen, mert ugye ezeknek az előkészítése ez már március folyamán elkezdődött, tehát egy márciusi indítású folyamat volt, gyakorlatilag a július elejére minden szerződésünk, minden meg volt hozzá a vállalkozókkal, hogy le voltak egyeztetve. Most óvodákon és bölcsődén túl, ha azt mondom, hogy könyvtár, és azt mondom, hogy felújítás, akkor mi az, ami elsőként megfogalmazódik önben? A könyvtárnál ugye azt szerintem már volt róla szó korábban, hogy egy keopos pályázaton keretein belül ugye a külső homokzati hőszigetelés el fog készülni, és ezzel párhuzamosan, ha az épületnek az energetikája teljesen rendben legyen, meg akarjuk csinálni, tartani a város a
a fűtés korszerűsítését, most jelenleg konvektoros fűtése van neki, ami elég gazdaságtalan, ez lenne kicserélve egy központi fűtési rendszerre, és meg elvégződne még ezzel, ami nem energetika, de az épület állagából szempontjából fontos, egy utólagos talajnedvesség elleni szigetelés, ugye, ami a lábazaton keresztül bejövő szerkezetbe bekerülő vizet fogja meg. Amiket itt most felsorolt, ez nyilvánvalóan akkor ez a nyáron túlmutató folyamatról beszélünk. Igen, mert ugye ezt össze kell egyeztettünk magával a homokzati felújítással is, ugye az is kezdődni fog majd. Én azt mondanám, hogy a könyvtárnak ezek a munkái az augusztus végén már el fog kezdődni, a fűtéskorszerűsítés, és ugye szeptemberben fog átnyúlni. De fűtési szezon előtt meg lesz. Végül, de nem utolsó sorban ügyészség és az épületnek a felújítása, hiszen ez városi tulajdon. Így van, hogy az ügyészség épülete, ami a Kossuth tér sarkán van, gyakorlatilag az önkormányzati tulajdonban van teljes egészében, mind az alatta lévő helyiségekkel együtt. Most maga az épületnek a tetőszerkezete az, ami nagyon rossz állapotban van, már ugye a héjalása. Ennek a munkáit ÁIS-nak összeállt hozzá pénz, és jövő hét elején elkezdődnek. Ez azt fogja jelenteni, hogy ezek a munkák Kossuth napokra el kell, hogy készüljenek, tehát addig azt szeretnék, hogy minden állvány, minden eltűnjön. Ki lesz cserélve a teljes héjazat, hogy ez a tetőcserepet érinti, a tetőréceket érinti, új fóliázás kap, és ami nagyon fontos, és nagyon örülünk neki, hogy összejött az a toronyépületnek a teljes bádogos burkolatának a cseréje. Ugye ez egy díszbádogosi munka, amit messziről talán nem látszik annyira, de valaki közelről elkezdi nézni, vagy tüzetesen nézi, ott azért elég jelentős apró bádogos halítások vannak, meg olyan dolgok, amik nem egy egyszerű bádogos feladat. És ez volt nehéz megszervezni, olyan bádogos találjunk, aki erre alkalmas. De. Akkor van feladat bőven. Van. Köszönöm szépen, hogy nálunk egy jó munkát kívánok. Én is köszönöm. Kedves nézők, ez volt a háttér. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.